Az új Széchenyi terv társadalmi infrastruktúra operatív program pályázatán 10,94 milliárd forintot fordítanak arra, hogy a sürgőségi ellátáshoz való hozzáférés esélyei javuljanak az országban, és a riasztástól számított 15 percen belül újabb 226 ezer emberhez el tudjanak jutni a mentők. A fejlesztés Veszprém megyében két egységet érint, köztük Várpalotát is. Az Országos Mentőszolgálat által elnyert pénzt új mentőállomások építésére, illetve a már meglévők felújítására, valamint gépjárművek és eszközök beszerzésére fordítják. A beruházások előkészítése és a közbeszerzési pályázatok kiírása még idén elkezdődik, a megvalósítás és a befejezés azonban áthúzódik a 2014-es évre. A városunkat is érintő beruházásról, valamint az elmúlt hét eseményeiről Meszlényi Norbert állomásvezető mentőtisztet kérdeztük. Közel 11 milliárd forintos sürgősségi ellátás fejlesztést terveznek a mentőszolgálatnál. Mennyiben érinti ez Várpalotát? Így van, valóban az Európai Uniós pályázati forrás 11 milliárd forint keretösszeggel valósul meg. Ez több mentőállomást is érint az országban. Várpalota egy teljes felújításon fog átesni. A megyében még ezen kívül Veszprémben lesznek korszerűsítések. A felújítás valószínűleg ebben az évben még elindul, és 2014 közepére fejeződik be. A pályázat megvalósításának fő célkitűzése, hogy a sürgősségi ellátáshoz való hozzáférés esélyei javuljanak az országban. Mennyire volt eseménydús az elmúlt hét? Mennyi riasztás történt? Szerencsére kiemelkedő esemény nem történt az elmúlt héten. Kollégáim főleg belgyógyászati eseteknél, szívedetű rosszulléteknél, allergiás reakciónál, összeeséseknél álltak helyen az elmúlt héten. A csúszós utak, a rossz közlekedési viszonyok megnehezítik mind a gyalogosok, mind pedig az autósok dolgát. Mindemellett igen nagy veszélyforrás tartogatnak a közlekedők számára. Így igaz, a csúszós utak mellett a hideg is egy veszélyforrás. Tudni kell azt, hogy idős beteg emberek, egyedül élő idős beteg emberek, akár szobahőmérsékleten is hajlamosak a kihűlésre, tehát különösen figyeljünk oda, hogyha az ismeretségi körünkben egyedül élő idős beteg ember van. Természetesen a közlekedés kapcsán fokozott óvatosságra van szükség, hiszen a csúszós utakon az elcsúszásos esetek, illetve a komolyabb balesetek is előfordulhatnak. Ahogy említettem, az elmúlt héten, hála Istennek, ilyen Várpalota környékén nem történt.